Köszöntök mindenkit Southamptonban, a Szent Méri stadionban következik a magyar válogatott következő találkozója innen az EU20-as Európa-bajnokságról. Az ellenfél Lengyelország lesz, ugye a lengyelek 5-2-re kiütötték Izlandot az első körben. Hát a miénk sajnálatos vereséget szenvedtek Olaszország ellen, noha sokkal jobban játszottunk, mint az olasz csapat, de sajnos egy Mandragora lövéssel az olaszok 1-0-ra behúzták azt a meccset. Tehát amennyiben a mai napon nem nyer a magyar U21-es válogatott itt ezen az EU21-es EB-n, ugye eldől, hogy biztosan nem lehet csoport első, és nagy valószínűséggel így nem is lesz elődöntős. Himnuszok. Lengyelország-Magyarország EU20-as Európa-bajnokság következik, tehát csoportmérkőzést tekintve. Striek véd a lengyel kapuban, majd a mai meccsen Gollá, Kuhárcsik, illetve Kopcsinszki a lengyel védelemben, Tomasijevic a középpályán. Előttük játszik majd többek között az a Zelewski, aki ugye talán a legveszélyesebb lengyel játékos, Sokovski, illetve Murawski, Sobota, illetve Bielek a lengyel csapatban. Bielekot is érdemes kiemelni, hiszen ezen a tornán már 3 gólja van Bieleknek, és azt egy mérkőzésen érte el értelemszerűen, hiszen ez ugye a második forduló, Izlandnak lőtte azt a 3 gólt Bielek, őt kéne ma valahogyan megállítani majd. Megnézhetjük majd pillanatokon belül a magyar U21-es válogatott kezdőjét erre a találkozóra. Vannak azért változások, főleg csatárposzton a kapuban nincsen, Hegyi ugyanúgy, ahogyan az előző Olaszország elleni találkozón. A védelemben ott lesz majd többek között Mocsi Attila is, illetve Imbor. Azért a felállás nem egyezik azzal, amit mi most mutatnak, de Okeke valamint Kerkez is kezdő Barát Péterrel együtt. Elő lesz viszont ezúttal most német Dániel, valamint Keresi Zalán is bekerült Vancsa mellé oda előre. A mérkőzés pedig elkezdődött itt Southamptonban, Lengyelország-Magyarország EU20-as Európa-bajnoki mérkőzés, tehát fehér-pirosban a lengyelek, és tiszta-pirosban pedig a magyar válogatott. Szóval német András kikerült a csapatból, német Dániel a helyén, aki rögtön egy jó labdát kap, és német ott el is mehet akár ezzel. Német már zicserben lövés, gól! Német Dániel bekerül a kezdőbe, és a negyedik percben vezet a magyar U21-es válogatott Lengyelország ellen. Hát így kell kezdeni egy meccset. És így kell élni a bizalommal. Német Dániel szerzi tehát a vezető gólt, és az első magyar gólt ezen az EU20-as Európa-bajnokságon. Remek lövés, és remek gól. Jó volt a helyzet felismerése németnek, elhúzott ott a szélem, és Striek ezt nem tudja védeni. Hamar megvan tehát a vezető gól. Zalewski kapja a labdát. És innentől kezdve talán most már tudjuk irányítani majd a meccset. Legalábbis mi vagyunk előnyben. Bielek! És most rögtön az első helyzetet sikerült kihasználni. Emlékezhetünk, hogy Olaszország ellen pár nappal ezelőtt mennyi minden kimaradt. Keresi. Keresi még. Előre Bényei felé, rosszul. Gollá volt az, aki meg tudta szerezni. Sobota. Sobota ott hagyja Keresit, lassú a lövőhelyzet. Sobota lő mellé. Az első lengyel lehetőség 11 percet követően. Hegyi jöhet. Imbor. Ugye a következő csoportmeccset majd Izland ellen vívjuk, amennyiben sikerülne ezt a csoportot vagy megnyerni, vagy a legjobb csoport másodikként zárni, vagy még akár egy elődöntő is lehet. Ugye itt az EU20-as EB-n Bényei megszerzi a labdát Bényei Ágoston. Jó volt a csele, és Bényei ezzel most mehet. Középen többen Bényei be is emeli, rosszul azonban. Okeke felé jött a labda, Striek húzza le. Okekét egyébként a magyar mezőny legjobb játékosának választották az előző mérkőzésen. Reméljük, hogy ma is azért jó teljesítménnyel fog előrukkolni a Manchester City labdarúgója. Barát Péter végezheti majd el a szabadrúgást a 17. percben. Barát emeli be jól, és ott a helyzet még mindig. Sajnos Vancsa nem tudta kapura tenni már ezt. Barát, ott Kozlovszkival szemben küzdött meg a labdáját Barát Péter. Barát jól tolja beljebb, ez is jó, még Bényei lövőhelyzet. Bényei, és aztán Striek elkapja. Nem volt rossz lövés, az más kérdés, hogy ezért mellé ment volna, de egyelőre meg volt az újabb magyar lehetőség a gólszerzésre. A második lövésünk volt ez a gólon kívül. Murawski Kozlovszkinak, uha, mert majdnem sikerült lecsapni, Kopcsinszki, Bielek, jól ugrottak ki ott Tomasijevicet, és Hegyinek kell először védeni a meccsen Sobot előtte kapura a labdát. Murawski szeglete, 24. perc.
Jól jön be, Hegyi kiüti. Kerkeznek kéne ezt megoldani, ha jön Hegyi megint, és újabb szöglet jön majd. Jöhet tehát majd a szöglet Murawskitól. Murawski be középre, sikerült kicsúsztatni Vancsa. Vancsa előre, Németh Dániel felé, aki tehát gólt szerzett ezen a mérkőzésen. Sokolszkire még győztes gól is lehet akár ebből. Zalewski, Sokolszki, Vancsa. Hegyi, ajjaj, rosszul veszi át Hegyi a labdát, meg időben el tudta rugni. Imbor csúszott oda, és van meg a labda. Barát Péter, hát most sikerült itt javítani a Imbornak Hegyi hibáját, de közben Tomás Jevic helyzetben, ott hagyja Mocsit, és kiegyenlít. Egy kapott gól nélkül ez a meccs sem lesz meg. Tomás Jevic góljával egyenlít Lengyelország a 31. percben. Most benne volt az utóbbi percekben a lengyel gól a találkozóban, és a lengyelek is örülhetnek. Tehát megvan az egyenlítő góljuk. Itt ez a passz, ez remek Tomás Jevicnek. Tomás Jevic ott hagyja Mocsit, és aztán belövi az icet, itt Hegyi már tehetetlen volt. Egy-egy tehát. Német. Hát akkor kéne tőle még egy gól, vagy bárkitől. Mert az a negyedik percben lőtt gól az nem lesz elég ma a győzelemhez. Németh Dániel, Keresi. Bent tudta tartani Keresi. Barát Péter. Barát, az is jó, még Bényei lőhet, Bényei! És Triek szögletre. Ja, tehát a szöglet. Németh felé. Lehúzta Striek. Marad az egy-egy tehát. Felhívált labdát követően pedig ezzel már ellépne Zalewski. Nem tud, mert hogy Kerkez oda csúszik. És kap is egy sárga lapot Kerkez Milos. Akire ugye már a felnőtt válogatottban számítanak, de életkorát tekintve még bőven belefért ide ebbe az EU-21-es Európa bajnoki magyar csapatba. Sokolszki. Lövőhelyzet Hegyi! Hú, de nagy védés volt. Jöhet a szöglet majd a lengyelektől, Tomás Jevic végzi el. Hát most nagy, nem szerencsénk volt, mert azért Hegyinek itt ezt bravúrral kellett védenie, de most nagy köszönetet mondhattunk Hegyinek. Kerkez, az olaszok ellen is volt egy nagy védés, de a szögletből gólt kapott Hegyi. Egy picit benne volt talán abban a Mendragóra gólban, de hát kit érdekel már most már ez a másik meccs. Keresi helyzetben, és most a vezetésért mehetünk, Keresi mellé lövi. Egyedül próbálta meg megoldani Keresi Zalá, nem volt egyébként rossz elgondolás, sajnos a lövés az jobb befejezést érdemelt, hiszen a kaput sem sikerült zicserben eltalálni. De színvonal tekintve összességében jó meccs, de nyilván jobban örülnénk annak, hogyha meg tudtuk volna tartani a vezetést, de hát újra meg kell majd szerezni a győzelem érdekében, hiszen az első fél időben Lengyelország-Magyarország 1-1 az EU-20-as Európa bajnokság B csoportjának második fordulójában. Elkezdődött tehát a második félidő, amit a magyar 21-es válogatott kezdett el. Lengyelország-Magyarország 1-1, tehát nézzük a folytatást. Lejött egyébként Keresi a pályáról, érkezett a helyre Németh András, és Kis Tamás váltotta Vancsát, Katona Bálint pedig Barát Pétert, úgyhogy hármat is cseréltünk a szünetben. Kis Tamás rögtön helyzetben! És Striek fogja. Hát azért, hogyha Kis így áll be, hogy rögtön gólt lő, ezt elfogadtuk volna, minden esetre az első helyzet rögtön megvolt a második fél időben. Sobota hátra, rosszul, Mocsi, nem ez nekünk így jó, Okeke. Okeke, és megy ott Németh András, aki most javíthatja az olaszok elleni kiagyott zicsert, Németh mellé gurítja. Kár érte, hát a felnőtt válogatottban ugye a márciusi EB-s elejtezőkön, ugye itt nálunk elég jól szállt be a meccsekbe Németh András, gól Portugália, illetve Csehország ellen is. Hát itt ezen az EU-20-as EB-n annyira nem megy Némethnek. De majd alig, hanem számítani fognak rá majd a szeptemberi EB-s elejtezőkön is. Ugye majd Wales, illetve Finnország ellen játszik a magyar válogatott itt nálunk, Futball Home TV-n. Szobota, Zalewski kapja, vissza tudta tenni Bielek, ott van még Kerkez, nem tudja megszerezni. Na, talán most el tudjuk rugni, így van, Imbor emeli fel a labdát, a csúsztatás után pedig most már Okeke. És Okeke Kuhárcsik mögött kibújhat, Okeke mehet. Okeke egy az egyben lassan, be középre rosszul golla. Hátraért még időben sajnos. Kerkez. De Kerkez visszaszerzi a labdát. Kerkez emel alá. És ez végül így. És miatt megint csak szabadrúgás lesz kifelé. Hát Németh András megy előre. Nem nagyon szállt be jól a meccsbe. Józsviák, illetve Szimanszki is jött a lengyel csapatba. Németh. Jó labda, Katona.
Katona, ő is aláemelt, Német meg nem tudta tovább fejelni. Bényei. Okeke felé. Okeke kiharcolta valahogy a labdát magának. Okeke még, és aztán végül Tomáš Jevic. És bedobás lesz majd belőle. Nagyon Sobotá pályáról cserél megint Lengyelország. Most Sviderski a folytatásra a lengyel csapatban. Józsviák. Gollának tette hátra Szimánszky. Sviderski. Kopcsinszky. Az is jó még. Kozlovszky. Bielek. Jó cselek vissza beközépre. Lecsorgó után még lehet lőni. És végül egy ivéd. Újabb lengyel lehetőség, de a második félidőben azért kevésbé veszélyes a lengyel csapat. Kerkez. Katona Bálint. Katona még, ez is jó lehet, Bencen Leitner kapta meg a Szimánszky mellett, Bencen Leitner, na nézzük lesz a beadás, egyelőre nem vissza tudta tenni Kisnek, Kis lövi el a labdát, Kis Tamás! Striek. Kopcsinszky, Tomáš Jevic. Szimánszky, Bényei üldözte őt, Szimánszky tovább, Józsviák, szerelés után pedig bedobásra jöhet majd. A lengyel, a magyar csapat, Kis Tamás dob, Mocsi. Okeke hátra, Bencen Leitner. Bencen Leitner még beközépre. Kozlovszky. Józsiak. Kuhárcsik. És végül Bencen Leitner szerzi meg. Német középen, de ott van Okeke is. Bencen Leitner beemeli a labdát. Okeke egyből! Kapu mellé. Striek. Hát pedig ez most óriási meccslabda volt. Katona. Hát valahogy meg kéne nyerni ezt a meccset. Katona oldalra. Most meg lehet. Német Dániel középen. Okeke. Rossz beadás Német Dánieltől. Striek. Német újra. Okeke. Rossz labda volt Kerkeznek. Szimánszky. Bielek. Hát lehet, hogy az első fél időben már kialakult a végeredmény. Sviderski. És végül Kerkez vissza Imbornak. 2 perc a ráadás. Imbor. Ő meg rosszul. Lengyel bedobás jöhet, és ezzel lát, hogy véget fog érni a mérkőzés. Hát a magyar U21-es válogatott, hogy kiesik az U21-es Európa bajnokságról, miután Olaszország után Lengyelországot sem tudta legyőzni. És egy pontos 2 kör után Izland ellen zárjuk a csoportkört.